Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, én Borsos Tímea vagyok, és már megint kísérletezek, és már kitettem egy kirakást, egy kapcsolati kirakást. Aztán rájöttem, hogy ha hátra dőlök, akkor nem lehet hallani. Tehát így, hogyha hátra dőlök, akkor nem lehet hallani, amit mondok, szóval most megint úgy lesz a felállás, hogy a fejem felét látjátok, illetve a kártyákból körülbelül az alsó felét. Egyébként itt vannak. Ja, és most meg visszatenni nem tudom, szóval, hogy így ez sem jó megoldás, de hát kísérletezem tovább, semmi probléma. Ezt még egyetlen egy kártyajós sem találta ki, szerintem nagyon jó, hogy hogyan lehet, hogy a kártyák is látszanak, meg ő is látszik, meg halan is lehet, meg úgy mindent. Szóval, na szóval, kapcsolati kirakás, de még mielőtt egyáltalán elmondom, azelőtt légy szíves, koncentrálj a szeretet érzésre. Háromszor fogom meghallgatni ezt a kis hangtálat. Nos, még nem kezdtem el elemezni, de így ránézésre is nagyon érdekes kirakás. Szóval, ami összeköt titeket, ami mind a kettőtöknek most az életében jellemző, ez egy fő árkánum, nem fogja kiélesíteni, úgy látom, a csillag. Na most itt az a történet, hogy nektek most kell választani. Nagyon sok dolgot csinálunk, ugye, amit úgy érezzük, hogy kell kötelességünk, hogy mások várják tőlünk, vagy mi várjuk magunktól, de hogy ez igazából illúzió, és igazából nem ezt kéne csinálnunk, és ezt belül érezzük. És az, hogy belül érezzük, hogy valami más felé kéne mennünk, ez az, amikor itt ez a kis hölgyemény, ugye a földet öntözi, tehát az utadat öntözöd, azt, aminek értelme van a te életed szempontjából, és minden más olyan, mintha visszaöntenél a vizet a tengerbe, tehát úgymond egy hasztalan tevékenység, minden más olyan történet, amit nem tényleg úgy belülről érzel, és azt gondolod, hogy mások várják tőled. Szóval választanod kell, hogy merre mész tovább, és hogyha választottál, akkor megkapod azt, itt a nyolcágú csillag, ugye itt a duplának karma, szóval, hogy meg fogod kapni azt, amit igazán szeretnél, amire mindig vágytál, és azt hitted, hogy arra van, amerre te nagyon keményen küzdesz, és tepersz, és haladsz, és igazából pont ott van, ahova a szíved visz. Tehát merj a szíved felé menni, merj az intuíciódra hallgatni, mert minden, amire igazán vágytál, az arra van. És bíz benne, mert helyes és jó az intuíciód. Nos, nézzük, hogy tudatos szinten mi történik, tehát a maszkok szintjén mi történik itt a köztetek. A férfi tagnál, hogyha te vagy a férfi tag, akkor ő valamit most lezárt, valamit most véget ért az ő életében, és egy új ciklus kezdődött, úgymond. Ez lehet akár felmondás, vagy egy kapcsolatnak a megszakítása, vagy hát egy csomó dolog, amit így lezárunk az életünkbe, vagy valamit eldöntött, tehát, hogy valami nagy változás az életében, amit ő szívében érez, és tudatával is tud. Szóval itt valami változás történt, úgy érzi, hogy hát ez a kicsit ez a hátba támadták, de inkább az, hogy amit észre csinált, az nem mehet tovább. Tehát észre akart valamit, és ez így nem mehet tovább. A második fő árkánum a női tagnál van, itt pedig az igazságosság van. Ez a földi igazságosság lapja, úgymond a karma lapja. Tehát bármi történik most veled, az földi szinten karmatikus. Ugye a mostani időszak, amikor én ezt a videót készítem, az egyébként is egy nagyon karmatikus, de ugye nyilván akkor fog ez a videó számodra értéket adni, vagy akkor fogod neked rád vonatkozni, amikor megtalálod. Szóval az ősz egyébként a betakarítások ideje, de hogyha megtaláld ezt a videót, akkor most érd be a karmád, most van az, hogy amiért évek óta
küzdöttél, nem is évek óta, hanem ebben az évben minden gondolat, amit elültettél, az most földi szinten megjelenik, és minden, ami történik, az az igazságot, a földi igazságot, a harmóniát, a békét szolgálja. Tehát, ami eddig igazságtalan volt az életedben, az most helyreáll. És itt akár jogi ügyekről van szó, akár érzelmi ügyekről van szó, akár tényleg anyagi ügyekről, ami, tehát, hogyha büntetést kapsz, akkor azt érdemled meg, valamit nem jól csináltál, hogyha pedig jól alakulnak a dolgok, akkor helyesen ültetted el a gondolataidat, és jó szándék volt az alapjuk. Úgyhogy akármi történik veled, az most karmatikus. Na nézzük az egyen lejjebbi szintet, mondjuk úgy, hogy a psziché szintjét. Psziché szintjén a férfi tagnak fájdalom van, óriási fájdalom, de valahol a tudata mélyén tudja, hogy van hova indulni, van még itt miért küzdeni. Tehát most még itt gyászol, most még átérzi ezt a fájdalmát, kicsit hagyja, hogy ezek a dolgok leülepedjenek, amik itt történtek, ugye az adatos szinten az a végleges lezárás. Ezt egy kicsit elgyászolja, ezért egy kicsit szomorú, de tudja, hogy itt még vannak olyan dolgok, ami miatt nincs minden veszve, tehát nem az összes érzelme borult fel, hanem csak bizonyos dolgokat kitisztázott az életében. Úgyhogy amint kicsit így a lelkét így megápolgatja, tudja, hogy merre induljon tovább. És mivel ez kapcsolati kirakás, ezért nem kizárt, hogy feléd fog elindulni tovább. Nos, aztán a női tagnak, itt most igazából fordítva jött le, szóval én fordítottam meg, de még miatt megnéztem a kártyát, szóval ez itt most ilyen kettős, úgyhogy én azt érzem, hogy ez a vagy-vagy. Ez az érmékötöse, ez ugye a vál, ugye ötös, igen. Ugye ennek a fő árkánuma a hierofánt, vagyis a beavatás, tehát hogy lélekszinten tudod, hogy minden, amiben most hiányt érzel, amiben most úgy érzed, hogy szegény vagy, amivel nem rendelkezel, az azért van, mert hogy neked meg kell tanulnod bizonyos dolgokat, ez az eleusi misztériumok beavató papja is, tehát hogy meg kell tanulnod a lélek és a test között hidat építeni gyakorlatilag, tehát ez a belső tanítódra hallgatni. És amint ezt megtanulod, akkor lesz fordítva, tehát, hogy minden, amiben eddig hiányod van, volt, akkor abban a pillanatban, amint ezt a tanítást, ezt a belső tanítást meghallod, és megfogadod, abban a pillanatban ugye megfordul, és akkor már nem a szegénység lesz, hanem beáramlik az életedben minden, ami most hiány. Tehát a magányérzéstől elkezdve, akár anyagiak, akár figyelmesség, tehát egy csomó olyan bőség, energia, akár a szeretet is, ugye mivel szerelemről van szó, tehát a szerelem kirakása is így van. Tehát, hogy ezt a lelkedben tudod, hogy még valamit meg kell tenned, még egy nagyon pici apróságot, még valamiben hiány van, és erre fogunk mindjárt húzni egy lapot, sőt nem is mindjárt, hanem most azonnal. Mert hogy, ugye én megígértem, hogy itt fel is oldjuk ezt a hiányt, megnézzük, hogy mi ez a hiány, mi az, amit még meg kell tanulni. Aha. Ez pedig az önjutalmazás. Az önjutalmazás, tehát amikor ezt a lapot húzzuk, akkor szánni kell időt magunkra, és meg kell jutalmazni magunkat, illetve az adáskapás egyensúlyát megteremteni. Tehát, hogyha te nem vagy kapcsolatban, nincs, aki kényeztessen, nincs, aki figyelje rád, akkor te figyeljél saját magadra. Hogyha a párod nem figyel rád, hogyha a párod sokat dolgozik, akkor te figyeljél jobban magadra, és ezt a tanulást, hogyha egyszer megtanultad, akkor azt mindig hogy mondjam, mindig vedd elő. Tehát ez csak akkor fog tovább lenni, hogy ezt mindig megteszed az életedben. És érdekes, hogy pont tegnap volt egy ilyen, hogy a nők ugye régebben azért nem voltak ennyire türelmetlenek, és úgymond hisztisek, vagy hát a bölcs nő, az azért nem volt hisztis, mert tudta a dolgát. Na de hogy mi volt a dolga?
Ugye? Mert hogy ezt sose tudjuk, sose lett kimondva, hogy mégis mi volt az a bizonyos dolog. És ez a tudta dolgát, ez igazából azt jelenti, hogy tudta, hogy ha a másik nem figyel rá, akkor neki kell sokkal jobban figyelnie magára, és hogyha az életörömmel átutatja az életét, akkor a másikkal való kapcsolata is sokkal jobb lesz. Tehát ez a dolga annak, aki türelmetlenséget érez, aki hiányt érez, hogy ezt a hiányt saját magában bepotolja, és akkor lesz az, hogy a másik is meg fogja neki adni, hiszen a hasonló hasonlót vonza, a hasonló rezgések a hasonló rezgés, tehát aki szomorú, az ne a másiktól várja azt, hogy felvidítsák, bármennyire is furcsán hangzik, nem erre szocializált minket a világ. Tehát kicsit mindig azt tanultuk, hogy várjuk meg, míg más még vigasztal minket, de igazából nem. Tehát ez az ön megvigasztalás, az ön szeretet, az ön értékeknek a elfogadása és értékelése és hálaérzés, stb. Ezek mind-mind fontos dolgok. Gyorsan belekukkantok, hogy itt mit ajánl, mit engedjünk el. Ó. Ideje tovább lépni, jutalmazd meg magad. Ez az. Itt az ideje, hogy a kemény munkádért cserében megjutalmaznom magad, és ez. És. Igen, növeld az energiádat, a hangulatodat, a motivációidat, fektes energiát önmagadban, és még ma. Szánj időt az önmagaddal való törődésre, tehát most vedd ki ezt a szabad napot, tüntesd ki magad nem mindennapi figyelemmel, ajándékozd meg magad. Igen, hogyha örömittas lesz a belső gyermeked, ugye, úgymond a saját magod, a magad, akkor ugye a saját rezgéseddel be fogod vonzani azt, akit igazán szeretnél. Na most itt akkor el is égettünk valamit ezzel kapcsolatban. Például azt, hogy mi legyen ennek az ellenértéke. Ugye nem szoktunk negatív dolgokat mondani, vagy nagyon ritkán, úgyhogy én ezt fogom felírni, amit ugye kihozott itt a tarot, hogy a hiányállapot a szegénység, hiány és szegénység. Ugye itt érzelmi szegénységről is lehet szó, magányról. Hiány és szegénység, ugye fölírtam itt erre a kis lapra, és akkor most lesz az, hogy én most megint föltűzöm itt a tűzőmre, másra ezt nem használom úgyse, és akkor most nézzük meg, ahogy ez a hiány eltűnik az életünkből, jó? Egyszer és mindenkorra eltűnik az életünkből a magány és a hiány és a szegénység. Csodálatos kis fekete rózsa lett belőle. Ez nem fókuszál rá, hát hihetetlen. Na mindegy. Szóval ilyen kis csodálatos rózsa lett, és ugye eltűnt. Tehát itt te is látod, hogy ez most már nincs itt, nem lehet elolvasni, ez a hiány, ez nem létezik a te életedben, soha, soha, soha többé. Ezt itt és most elengedted. Hogyha nem érzed, akkor most állítsd le a videót, és érezd át ennek az örömét, mert nagyon fontos, hogy ezt megérezd, hogy neked te bőségben vagy, téged mindenki szerette, saját magadat is szereted. Nem tudom visszarakni, majd visszarakom. Jó, na és akkor nézzük a tudat alatti szint, tehát mondjuk úgy, hogy a szellem szinten, hogy mi történt, hogy mi történik. Na, most itt van egy kardok királynője. Hát én azt gondolom, hogy ez akár lehet egy, tehát itt egy okos nőről van szó, akihez egyszerre érzelmek fűznek, és egyszerre félünk tőle. Tehát
Itt lehet egy előző párkapcsolat, egy anyuka, egy főnökasszony, vagy bármi, akit szeretünk, tisztelünk, hát igazából lehet, hogy nem is szeretjük annyira, tisztelni tisztelünk, és mindenképpen felnézünk rá, és hallgatunk rá. Szóval itt most nála ez megjelent, szóval ő nagyon valószínű, hogy egyrészt fél attól, hogy te ilyen vagy, vagy te ilyen leszel számára, tehát ő nem szeretne még egy anyukát az életébe. A másik pedig, de ez ugye nem tudatos, a másik pedig, hogy ha ilyen nő van a környezetében, akkor vele van még megbeszélni valója, mielőtt lép feléd. Tehát, hogyha ez anyuka, akkor az anyukájával, hogyha itt ez ex-barátnő, vagy ilyesmi, akkor az. Mást igazából nem érzek, de főnökasszony is lehet, de én azt nem érzem, hogy főnökasszony lenne, de lehet egyébként, hogy akár ugyanaz a személy, tehát ugye kettő szerepet tölt be, tehát lehet, hogy munkatárs vagy főnök, és ex-barátnő vagy, és anyuka. Vagy mindegyik, tehát igazából pont ez a vicces, hogy ugye hasonló mintákat vonzunk, tehát amilyen az ex-barátnőnk és az anyukánkhoz való viszonyunk, azt kell nekünk földolgozni, úgy általánosságban. Tudatalatt szellem szinten a női oldalnak pedig itt van az, hogy neki ünneplés van, őnála egy szövetség van, egy hármasság van. Ez ugye a hármas lap, az az uralkodó nő főárkánumának a földi megjelenése. Tehát most jelen pillanatban az, amire vágysz, amit eddig teremtettél, az megjelenik számodra, és ez egy szövetségben fog megnyilvánulni, valami megváltozik így anyagi szinten, és ezt látni fogod, és ez tök jó. Tehát itt az sem kizárt, hogy elindul feléd, és megkeres. Sőt, elég valószínű, hogy ez a bizonyos ünneplést lap, ez rá vonatkozik, mert ugye ebbe a kapcsolat kirakásba jött ki. Tehát ő bármennyire is fáj neki, bármennyire is szomorú most, lehet, hogy hozzád fordul vígaszér, hozzád fordul azért, hogy a megmaradt érzelmeit segítsen neki előre mozdítani, és te valószínűleg örülni fogsz ennek, hiszen erre vágytál, hogy te segíthessél neki. Nos, örülök neki, hogyha tudtam segíteni, remélem sikerült ezt a hiányt, magányt, szegénységet neked is elengedni, és ne felejtsd el megjutalmazni magad, ez lesz szerintem a videó címe is, hogy vegyél ki egy olyan szabad napot, ami persze lehet, hogy dolgozol, vagy ilyesmi, mert nyilván mindenkinek kell, vagy tehát lehet, hogy dolgod van, mondjuk így, és de közben is lehet az, hogy egy-egy pillanatra megállsz, kicsit jobban figyelsz magadra, nem hagyod, hogy elvigyenek érzelmileg. Fontosabb a te lelki békéd és jó állapodod most jelen pillanatban, annál, mint hogy elvigyen valami, mondjuk a munkahelyeden, vagy valaki más, árontsa a kedvedet. Tehát próbáld meg értékelni a saját lelki békédet. És ez mindenképpen a mai napon nagyon fontos számodra, hogy ma végig jól érezd magad. Mivel ez a jó érzés lesz az, ami meghozza ezt az ünneplést, nagyon valószínű, hiszen ez még ugye nincs a tudatos szinten, ez még mondhatjuk, hogy a jövőd. Nos, és akkor gyorsan számolok egyet, ez itt a 16-os, a 16 pedig, most puskázok gyorsan, azt hiszem a torony, de lehet, hogy nem. Igen, a torony, tehát, hogy nála itt egy összeomlás van, és legyen egy kicsit megértő feléd, hogyha ha téged keres meg, ugye? Mert itt most neki tényleg fájdalmai vannak, tehát most neki kell egy kis idő, ameddig itt helyre jönnek a dolgok. Itt pedig van egy olyan, hogy 11 meg 5, az 16. Itt is összeomlás van, de jó. Tehát akkor az összekötiteket ez az összeomlás. Tehát lehet, hogy úgy köt titeket össze az összeomlás, most ezt kicsit így gondolkodom, hogy ami nála összeomlás, az ugye a te életedre is hatni fog, hogyha téged keres meg, és ezért a te életedben lesz ez pozitív hatással, és ennek fogsz te örülni igazából. Emiatt fogsz az összeomlás közepén is
te jó dolgokat érezni. És egyre inkább azt érzem, hogy te vagy neki most ez a kardok királynője, akihez tanácsért fordul, és ne állj meg ezen a szinten, tehát próbáld meg kifejezni azt, hogy neked ez több, vagy neked ez más. Na hát köszönöm szépen, hogy segített, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy velem tartottok, remélem, hogy segítettem valamennyit, és legyen szép napotok, és ne felejtsetek el önjutalmazni. Sziasztok!